Sziasztok, ez itt újra a VR Tech. Sziasztok. És ma, hát szeretnénk volna mindenképp egy GDC-s összefoglaló videót csinálni. Igen. Aminek muszáj lesz, hogy két része legyen, mert így sok... Túl sok minden volt. Így sok minden volt. Túl sok minden volt. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy lesz most egy olyan része, ahol csak a VR-ról beszélünk, és a közvetlenül ezután lesz egy másik, amiről a többi dologról, ami történt, és jó. Pontosan. Meg ami minket érdekel. Inkább az. Inkább az, igen. Ami minket érdekel, igen. Szóval... Kezdjük a VR-os témával. Igen. Ugye azt tudnotok-e, hogy a GDC-vel párhuzamosan volt a Mobile World Congress. Így van. Az MWC, illetve a végén már egybefolyt a PAX East-el is. Már szóval így... Szóval nagyon sok minden volt most így egyszerre. Így van. De a lényeg az, hogy a HTC az MWC mutatta be először az ő saját VR headsetüket, legalábbis amit ők gyártanak. Így van. Annyi a lényeg, ugye ez volt a legnagyobb hír, azt mindenképpen érdemes úgymond, hát hogy mondjam, szem elé helyezni, hogy minden oldalról kaptátok, gondolom, a Facebook posztos, cikk megosztós, mert minden oldal, aki valójában az amerikai pörkölt kávéval foglalkozik, is megírta ezt. Igen. Minden irányból, hogy megszületett a legdurvább VR headset, fogalmuk nincs róla, hogy mi az. De nagyon ígéretes. Igen. És tényleg nagy szám. Az egyik dolog, amit most az elején le fogunk szegezni, de még a másik videóban is szó lesz róla, hogy nem volt még ilyen, hogy a GDC-n igazából hardvereket mutogattak volna. Nagyon durva. Tehát eddig igazából ez ilyen full developer cucc volt, ha emlékeztek tavaly is, ott is megmutattak végül is hardware, de ilyen szintű nem volt, mint most. Nem. Olyan meg végképp nem volt, hogy egy játékgyártó, egy telefongyártóval. Na, ez meg főleg nem volt, meg olyan sem volt még, hogy egy mobil konferencián virtuális országgal kapcsolatos dolog lett volna. Tehát... Na mindegy, úgyhogy ez most... Nagyon sok minden változik most. Igen, igen, az biztos. Meg hogyha észrevettétek és figyeljétek a híreket, akkor mindenki a VR-ról ír mostanában. De minden onnan ez jön. Igen, mert azt olvassák az emberek. Na mindegy. Szóval, de tényleg így van. Szóval a HTC Vive, aminek Revive. Revive a neve, ami mint kiderült bunkó, mert nem Revive, hanem Revive. Ja, bocsánat. Vagy mi a franc? Fúj! Reveal. HTC Reveal. Nem tudom. Ja. Szóval a Revive. Tehát maga a hardware az ugye, mint olyan, mert megvalósítás és mint gyártás a HTC. Így van. Viszont a Valve... A megoldások azok a Valve fejlesztései. Így itt most mire kell gondolni? Magára a technológiára, ami tartalmazza tulajdonképpen a latency problémákat, a kijelző frissítést, meg az egész 3D-s SDK-t úgy, ahogy van, amit ők használnak. Ami azért nagyon hangzatos, mert ugye azt tudjuk, hogy az Oculus Riftnél rettenősebb gond volt ezzel a szédülős rosszul létes dologgal. Igen. És azt is tudjuk, hogy a Valve-tól kaptak valamit, amivel... Igen. Ugye erről be is számolt az Oculus Connect-en a Brandon. Brandon, és mi is mondtuk. Tehát mi is mutattuk gépeket is arról a cuccról, a pöttyös fekete valamiről. Pontosan, amit felhasznált az Oculus VR a Valve-tól, hogy javítsa a motion sickness-t, ami nagyon sokat segített a Riften. Igen. És aztán ők el is tűntek a Valve egyébként. A Valve el is tűnt. Pedig fejlesztették tovább ezt a dolgot. A saját cuccukat, így van, amit gyanítottunk egy időben. Igen. Aztán mégsem. Mindegy, de az a lényeg, hogy Mr. Isten, azaz bocs, Gabe Noel, most azt mondta, hogy ők megoldották a VR sickness-t. És garantálják, senki nem fogja összeállni magát. Így van, ez az első nagyon fontos tulajdonsága az új headsetnek. Igen. A másik pedig maga a technológiai paraméterek. Ugye? Nagyon fontos dolog, amiben különbözik a Rift-tel, hiszen az volt eddig az etalon VR headset, itt nem egy kijelzőről van szó. Tehát ugye, míg a Riftnél egy kijelző van ketté csapva, itt két külön kijelző van benne. Így van. Összességében ez is egy full HD felbontású valami. Igen, de egyesével a kijelzők 1200x1080-as felbontásúak. Tehát összességében egy full HD-s képet látunk, 90 Hz-es képfrissítéssel, ami jóval több. Jóval több, mint a Rift-té. A jelenlegi Rift-té. A jelenlegi Rift-té, így van. Úgyhogy összhatásban ez már biztos, hogy nagyon-nagyon sokat fog dobni a dolgon. Ez tuti. És akkor rögtön felmerült a kérdés, hogy mik azok a kis bogyók a Vive-on. Azok mind egy-egy ilyen érzékelő. Ugye a Rift esetén ilyen az infraledes érzékelős rendszert láthatunk, ami webkamerás megoldás volt. Itt viszont, mint kiderült, ezt azért nem hangsúlyozták annyira az előadáson, hogy nem hogy működik. Nem súnyiznak, hogy a megoldásokat ne kopizza senki. Így van, de egyébként kiderült, hogy két ilyen base station-t adnak a Vive-hoz. Emlékeztek, mint a Razer Hydra-nál?
Igen, igen, igen. Amit a szobának a két sarkába leraktok, ugye úgy van, hogy 4,5x4,5 méteres szobát tud maximum feltérképezni ez az egész. És ezek a kis base stationok ilyen, hát ilyen láthatatlan, ilyen kis szarokat sugároznak a falakra. De tényleg ilyen láthatatlan kis lézerpontokat, amiket érzékel ez az érzékelő, és meg tudja határozni pontosan, hogy mi hol helyezkedünk el a szobában. Gyakorlatilag a positional tracking. És body tracking. És body tracking. Tehát ez nagyon fontos, hogy van egy mozgásterünk, tehát tudunk mozogni a térben. Ami azért elég durva. Igen. Meg a fejünket is. Meg ugye nem megyünk neki a falnak. Ja igen, mert tehát tudjuk, hogy hol a fal, tudjuk, hogy hol a vége. A VR-ban is, igen. Tehát ez egy elég komoly előrelépés. Illetve ugye van maga egy kontroller is hozzá. Így van. Az is egy amire szintén minden vélemény azt mondta, hogy eszméletlen. Ami szintén ugyanebben az ekoszisztémában működik. És azokon is fogok érzékelő. Így van. Nagyon durva. Így van. Tehát összességében azt kell, hogy mondjuk a Valve VR-ról, hiszen ugye azon kívül, hogy úristen, de durva ez a VR headset és a kép a kezeszközről, azon kívül nem nagyon hozott le mást semmilyen sajtó még róla. De nagyjából technikailag így néz ki, ami miatt úgymond hát eléggé letaglózta jelenleg a VR tech. Igen, de Dani próbálta, azt mondják, hogy sokkal jobb, mint a Christian Bay. Így van, tehát az új Oculus Rift prototípus. Tól is sokkal jobb. Amit van. El is hiszek egyébként, ilyen képvisítéssel, meg ilyenek. Tehát... Igen, meg a két kijelző eleve, ugye, igen. Ott azzal a nagyobb teljesítményt lehet elérni, meg ez az egész motion tracking téma, ez nagyon kellett. Igen, és ez fontos, hogy ez még csak egy developer prototípus. Igen. Tehát valószínűleg a végleges változat másképp fog kinézni, nem lesz ilyen pöttyös valami. Egészen biztos, pont úgy, ahogy emlékeztek a Crystal Cove demónál, a Rift meg a DK2-eséről is eltűntek az érzékelők kívül, tehát lett egy ilyen műanyag borítás rajta. Úgyhogy nagyjából erről szólna technológiailag a Steam VR-ja, amit a HTC-vel együtt csinál. Szerintem egyébként ez egy nagyon jó dolog lesz a HTC-nek, hiszen évek óta küzdködnek már a saját hát magukkal. A mobil szegmenssel jó cuccokat csinálnak, viszont sajnos nem veszik annyian. Ez viszont segíthet rajtuk, ez egy nagyon úttörő megoldás. Ez szerintem nagyon jól tették, hogy beszálltak. A legutolsó nagyon fontos információ a Steam VR-ral kapcsolatban, hogy így hívjuk, az pedig az, hogy mikor jelenik meg? Igen. Ugye ezt eddig még semmelyik VR headsetnél nem láttuk. Így van. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egy novemberi bejelentés lesz. Mármint start. Start. Novemberi start. Ezek a pletykák. Ami azt jelenti, hogy novemberben mindenki VR-t fog venni. Igaz? Így van. És egyébként a developer verziója az egésznek, az pedig tavasszal. Az tavasszal lesz. Tavasszal itt szeretnék leszögezni mindenképp azt a tényt, hogy sajnos valószínűleg ebből nem fogunk tudni kapni. Na hát egyelőre úgy néz ki. Előre mentünk a dolgoknak, de nehéz ügy. Ne, ez nem olyan, mint az Oculus, hogy bárki megveheti. Nem. Ez kiválasztja a Valve, meg a Steam, vagy mondjuk így, de mindegy. Szóval a Valve a megfelelő fejlesztő csapatokat, akiknek fognak adni. Így van. Mindenkinek nem adnak. Így van, tehát nehezebb dolgunk lesz. Ha lehet, nyilván meg fogjuk oldani, hogy megmutassuk nektek, kipróbáljuk, meg minden. Pontosan. Ami még egy fontos dolog, mert ez nagyon sokan félreértik, tehát ugye maga a HTC Revive, vagy ez a cucc, maga az eszköz, de a Steam VR, az maga a Steam VR. Így van. Tehát csak, hogy tudjátok róla, a Steamnek a virtuális valóság felülete, a Steamen belül, ami szintén egy végleges verziót kap, ami egy olyan kezelőfelület, amit már mutattunk nektek, amivel nem kell levenni a headsetet, ki tudjuk választani az alkalmazásokat, bla bla bla. Igen. És még itt a legvégén, mert itt ez a legmegfelelő pont, hogy ezt megosztom veletek, a HTC Vive nem egy mobil VR eszköz, ezt nem mondtuk az elején. Ja, igen, ez egy értelmű. Nem, de valaki a HTC miatt arra gondolja, nem. Tehát ez egy teljesen... Nem, tehát ők csak a gyártók. Így van, tehát a PC-hez van ez. Így van, abszolút a PC-hez. Hát mi nagyon kíváncsiak lettünk. Azt tudni kell, hogy minden olyan piaci szegmensnek, ami újdonság és nagyon-nagyon sokat... hogy mondjam, váratott magára, és nagyon-nagyon izgatott mindenki, a legjobb, ami történhet vele, az, hogy lesz konkurenciája. Ez gyorsítja a fejlesztést. Bár van, aki pont tavaly nyilatkozta ezt, hogy bárcsak lennének még. Igen, így van. Na most azt na most vettek. Van. Na most meg van. Ő is felkötheti a gatyót. Az biztos. Úgyhogy gyakorlatilag ez csak még gyorsabb és még komolyabb fejlődést fog kiváltani a Riftből. És majd mindjárt rátérünk a Sonyból is. Ja, Sony. Jó. Térjünk is át, Sony-ra térjünk szerintem. Át. Szóval ennyit a HTC-ről és a Steam-ről és a Valve-ról és a Vive-ról és a mindenről. Mi nagyon várjuk. Nagyon, meg ki is akarjuk próbálni, meg intézkedünk, hogy minden amiről kipróbáljuk. Így van. Még egy utolsó dolog ezzel kapcsolatban. Szinte az összes komolyabb játékgyártó, aki Rift-re csinált eddig demót, az mind mondta, hogy jönnek a demók.
a Vive-ra. A Vive-ra. Tehát minden lesz, ilyen. És kompatibilis a kettő. Ja, igen. Egymással. Legalábbis ami nem saját demo, így van, hanem third party developer cucc, az mindkettő menni fog. Sony! Na, Sony, így van, GDC. Na jó. GDC. 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 Így van. Tomba, jó. Szóval a Sony, hát tudjátok, hogy állunk ezekhez a dolgokhoz. Reméljük ti is. Mindegy. Szóval, hát kezdjük a tényekkel. Kezdjük. Ugye tavaly bemutatták a Project Morpheus, igen. Vagy Project Morpheus, Peus. Morpheus, Morpheus, igen. Szóval bemutatta a Sony, és már akkor is elég szkeptikusak voltunk mi ezzel igen. kapcsolatban. Így van, az volt a gondunk vele akkor, hogy ott ugye azt mondták, hogy Full HD is lesz, és 60 FPS. 60 FPS. És ugye a PlayStation 4 a 60 FPS-sel is gondja van. Full HD-ban, nem hogy VR-ban. Ez volt az első gondunk, de ezen már kiröltünk magunkat. Ezen már ki, és akkor most... Ha ez nem lett volna elég. Most jött az új, ami szintén Full HD felbontású, de 120 Hz. 120 FPS. Ezt beszéljük át. Na. Szóval, maga az, ahogy hangzik ez az egész dolog, az zseniális. Tehát tényleg, 120 Hz-el a legmagasabb meg is oldódna minden. Meg is oldódna minden. Tehát valami zseniális ennél egyszer. Nézzük a pozitív dolgait a Sony Morpheus-nak. Jól néz ki. Nézzük a negatív részeit. Egy konzolon. Nincs más. Na mindig. Szóval az a lényeg, hogy tegyük fel a kérdést. Mit tud, nem VR, csak simán. Mit tud a PlayStation 4 120 FPS-be futtatni. Igen. Hát ezt. Na, és ezt még VR-ba is tudni fogja. Ja, tehát 3D-s képet renderel 120 FPS. Hát érdekes kérdés. Ez nem... Egyértelmű, hogy itt valami csel van a dologban. Így van, tehát... Ezt rögtön beszéltük Pistivel egyébként, hogy ez valami fake 120 Hz lehet. Több megoldás van. Az egyik az, hogy ez egy fake 120 Hz. De tényleg? Amivel amúgy is baj lesz, mert 60 se lesz az FPS szám. Nem lesz. Tehát vagy egy fake-ről van szó, amit ugye például a televíziók is használnak mostanában, igen. Tehát gyakorlatilag egy ultrapolling lesz, vagy egy egyszerű dupla képvillantás, vagy akármiről beszélhetünk, de nem lesz valósan annyi FPS. Ez az egyik megoldás, ami szerintem nem esélyes. Nem. Így is úgy is gond lesz a hardware-re. Igen, valami feldolgozó egység van benne. Így van. Hogyha egy hardware-es megoldásról beszélünk, legyen ez a második verzió, akkor vagy valamilyen post-processing unit, tehát valamilyen plusz cucc, amit rá kell kötni. Ez egy esélyes dolog. Vagy pedig az a nagyon-nagyon kicsi esély, amiről már most szó van, hogy elképzelhető, hogy jövőre, mert ugye ezt 2016-ra jósolták, a Sony mondta, hogy 2015-ben biztos, hogy nem. Fogják kiadni ezt az eszközt, hogy tényleg lesznek valamilyen szinten új konzolok, már legalábbis most. Legalábbis hardware-esen frissülnek. Vagy hardware-esen frissülnek valamennyit, mert ezt már nagyon-nagyon sokan mondják. Ennek kisebb az esélye. Hát inkább... valószínűleg akkor lemészárolja mindenki a Sony-t, meg a Microsoft-t. Hát ez valószínű. Tehát inkább ez a külső egység esélyesebb. Valószínűleg, hogy ez lesz, igen. A harmadik lehetőség pedig, ami szerintem számukra a legesleg nyilvánvalóbb, vagy meg sem csinálják, vagy nagyon rossz lesz. Rossz eszköz biztos, hogy nem adnak ki. Ezt kijelentették, tehát ők megmondták, hogy a pénz nekik nem számít, nem fog számítani, hogy mennyibe kerül, uh-huh. De tökéletes kell kiadjanak. Ez biztos, hogy így lesz. Úgyhogy szerintem egy ilyen post-processing unit tudszám. Valamivel meg fogják oldani. Kérdés az, hogy ez mennyit fog drágítani az egészen, illetve hogy mennyire lesz jó a kivitelezése. Egy biztos. Az első, tehát mikor bejelentették a Morpheus-t, kipróbálták az emberek, és jó volt. Jó volt, igen. És akkor mondtuk is, hogy valami ekkora nagy szar volt még beledugva a PlayStation. Egy PC-be? Nem volt beledugva. Csak áram alatt volt, hogy világítson. Na mindegy, igen. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ami szerintünk nagyon fontos, a Sony-nak az ígéretei, meg az egész látásmódja, hogy ők szeretnék fölélőni a konkurenciát, az nem baj. Mert ez egy pozitív gondolat. Egy viszont megdönthetetlen. És ebben egyet fogunk érteni, ha jönnek a konzol fanboyok, ha nem. Nem tudja ez a PlayStation 4, ami most van, nem fogja tudni a 60 FPS se. Így van, ez biztos. Nem tudhatja. Ez egyszerűen biztos. Nem. És ez nem a Sony hibája, nem a PlayStation hibája. Egyszerűen ilyen a hardware. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Így van.
Hát ez olyan, mint hogyha... Ez a Sony hibája. Értsd jól. Igen, de értem. A Sony hibája, viszont már megcsinálták, már kiadták a PlayStation 4-et, itt van. Ott van egy olyan PC-n, amiben nincs megfelelő videokártya, nem fogsz VR-ozni, és kész. Ja. És nem a te hibád, nem a PC-vel, nem arra való. Így van. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mit fog megoldani a Sony, de... még egy újdonság belekerült egyébként a Morpheus-ba, amiről nem beszéltünk, az pedig az, hogy vannak rajta elő ilyen kis ledek. Most már van positional tracking. Igen, meg elkezdték összedolgozni a kontrollerre. Tehát ezt tudnotok kell, igen, hogy ugye az egész ezt a fény megoldást, amit használt ugye maga a Move is, igen, és többi. Tehát szeretnék, hogyha a kontroller is lenne egyfajta mozgás. Meg benne lenne a VR-ban, vagy valahogy látnád. Tehát látnád a kontrollert magát a VR-on belül, szóval okos megoldásokkal, intuitív megoldásokkal készül a Sony. Szerintünk előremutató, bárcsak megcsinálnánk. Én nagyon örülnék neki. Végre az lenne az első konzol VR. Így van, hiszen igen, tehát muszáj valamelyik őjük lépjen, és biztos nem a Microsoft fog. Hát, ja. Nem, ők a HoloLens-ben vannak most. Nem a HoloLens-ben vannak. Képzeljétek el, zárójá. Mi az a GDC-n a Microsoft? Na. Lesz vezeték nélküli Xbox One controller ja, PC-hez. Jaj, tényleg. Wow! Kurva! Lehet olyan? Microsoft! Yes! Na mindig hagyjuk. Szóval valamelyiknek lépni kell. A konzolosok nem maradhatnak VR nélkül. Hidd el nekem, hogy valahol a Microsoftban egy ilyen belső kis izében ott valaki most szemben a VR-ral. Hidd el nekem. Mert ők sem hülyék. Lépni fognak, a Microsoft is lépni fog, csak lehet, hogy egy évvel nem fog maradni. Nem is az a lényeg. A konzolosok nem maradhatnak ki magából a virtuális valóságból, és nem is fognak szerintem. Nem. Hál' Istennek. Nem. Az biztos, hogy különbség lesz. A PC és a konzolos fiát. Mint ahogy most is van a konzolos a PC között. Igen, van. Ja. Oké. Igen. Erre szokták bevágni a konzol fanbőktől ezt a képet, a GTA 5, Xbox, PC és fekete. Nincs, hogy meg se jelent. Na mindegy, igen. Szóval ez sem szó az OS VR-ral is, hiszen csak virtuális valóság végül is. Így van. Egy nagyon kis jellegű hardveres és szoftveres frissítésen esett át maga az eszköz. Ugye tulajdonképpen annyi a különbség, most már nem sima LCD vagy LED hátvérület, de sem OLED kijelzőt használnak ők is Full HD-ben, illetve jött egy új szoftver frissítés hozzá, ami viszont lényeges, hogy rengeteg demót mutattak. Tehát most nem csak az eszközt mutatták meg, hanem rengeteg sok demót mutattak, ami azért volt más, mint a többi VR eszköznél, mert ugye az OS VR open source, ahogy a nevében is benne van, tehát nyílt ugye a forráskód, ezért gyakorlatilag az összes létező beviteli eszközzel, meg kütyüvel összehozták a fejlesztőt, tehát látok itt Leap Motion-os demókat. Rengeteg partner csatlakozott hozzá. Rengeteg sok gyártó, cég, és ezeknek a végtelen permutációját mutatták be demók szintjén, egy-egy ilyen rövid demóval, ami végül is nem egy nagy valami, tehát nem beszéltünk sokat az OS VR-ról, viszont nagyon előre mutató az, hogy van egy platform, amire mindenki fejleszt. Igen. Ez az a VR platform, vagy az egész VR piacnak az Androidja. Az Androidja, pontosan. De most tényleg ez. És a készcuccok, amik túlmutatnak a ne kategórián, azok mind menni fognak a többin is. Ja. Hiszen gyakorlatilag ugyanaz a technológia, hardware-esen is hasonló, szóval nem lesz gond. Tehát minden olyan dolog, ami mondjuk, mit tudom én, ha 100-ból egy fejlesztő csinál olyan játékot, ami érdemes arra, hogy tényleg nagy cím legyen, akkor most a Razer és az OS VR és mindennek köszönhetően majd 100 000-ből 1000 lesz. Mm? Ami jó lesz. Úgyhogy ez nekünk nagyon király. Nagyon király. Úgyhogy hajrá! OS VR. Hadd nyomják. Végezetül pedig az Oculus Rift-ről kéne beszélni, sok újdonsággal nem szolgáltak. Nem. Voltak itt pletykák, hogy most már fény derül mindenre. Nem. És ehelyett egy csomó kritikát kaptak, hogy még mi is még végleges verzió. Igen, nagyon régóta nyomják. Láttad a Twitch chatet? Nem. Basszus, annyira durván oltották az Oculus-t, hogy hihetetlen. Sokan oltották, igen. Ugye a Valve és a Steam VR-ra okos volt. Ők nem szaroztak. Megvárták, mint már míg más felkavarja a vizet, ez csak így kuk! Megmutattuk én még egyet. Ennyi. Igen. Zseni a cucc, ez van. Tudta ezt egyébként maga az Oculus VR, hogy ez lesz. Nincsenek ők bajban. Csak egy picit most lassúbbak. Ugyanúgy kim voltak a demóikkal. Ugyanúgy az exkluzív demókat az Oculus VR-ra csinálják meg, nem pedig a többi VR headsetre. Most az Epic Games-nek is volt egy új demója, amit ki lehetett próbálni, a Hobbitos demó, no, ami szintén egy csomó magyar sajtó megírt, szeretnétek,
Bilbo bőrébe bújni. Na, ők még soha nem látták, hogy milyen egy ilyen élmény. Nem pont olyan, de mindegy. De azt mondják, hogy nagyon de azt mondják, hogy a legdurvább. Igen. Láttak, úgyhogy... Nagyon király, itt főleg a technikai megoldásokról van szó, tehát nem igen. arról, hogy most benne vagy a Hobbitba. Igen, mert mi is valami céggel össze volt akkor boronálódva. Ugyanazzal aki a céggel, akik a special effects-eket csinálták a Hobbitba, illetve a Gyűrűk urába, tehát az egész rendszer egy olyan CGI környezet, amit egy, hogy is mondjam, egy game engine nem tud. Igen. Ezért néz ki ennyire durván. Viszont durván néz ki. És amiatt, mert ugye filmben láttunk már, meg mi is próbáltunk már, hogy a 360 fokos kamerával felvett filmeket lehet VR-ban nézni. Uh-huh. Itt viszont ugye a CGI egy digitális környezet, ahol eleve adott azt, hogy tudj forogni, tehát zseniális, nagyon jól van megcsinálva, viszont mozogni nem tudunk benne, tehát itt is ugye egy folyamatos cselekmény megy, amiben csak betekintünk. De azt mondták, hogy tényleg nagyon-nagyon látványos. Egyelőre nem érhető még el, nem, de nem ha elérhető lesz, akkor csinálom majd abban nektek egy kis videót, hogy nézzétek meg milyen. De pont egy viásróba fogjuk megmutatni. Így van. Ez a része tartott gyakorlatilag magához az Oculus Rifthez, és az Oculus VR-nak egy hosszasabb témája volt a mobil VR. Nekik ez most nagyon fontos, igen. Karmak is ugye ezen dolgozik, már nagyon régóta. Ez egy nagyon érdekes előadás volt amúgy, vagy belinkelem. Lent a descriptionben nézzétek vissza. Így van, a Twitch-en visszanézhető, illetve már azt hiszem fenn YouTube-on is. Szerintem nagyon érdekes. Ugye olyan témákat is boncolgat, ami nem csak a mobil VR-ra kapcsolatos, hanem alapvetően a VR eszközöknek a megjelenésével is. Így van, tehát Karmak tulajdonképpen nagyon-nagyon sok problémára hívja fel a figyelmet, ami mindig jelen van a VR-ban, és ő szerinte még mindig nem szabad kiadni. Tehát azt mindenképp meg kell értenetek, hogy megtehetnék azt, hogy kiadják, és akkor hetente patchelik, de ők nem Ubisoft. Így van. Tehát így van. Ez egy más dolog, ez egy fontos dolog. A VR-t nem lehet elrontani, mert már annyiszor elrontották. És abban 100% biztosak lehettek, hogy Karmak nem csak az Oculus VR-on belül segít ebben a témakörben. Igen. Ő kicsit ilyen James Cameronja ő a számítógépiparnak. Ugyanúgy, hogy ő is a többi stúdiónál is segített a 3D-s dolgokba, akinek kellett. Karmak fejlesztését is felhasználják a többi eszközben. Mert tudják ők, hogy a Valve ezért adta oda annak idején is a motion sickness megoldását a Riftnek valamilyen szinten, mert közösen kell fejlődjenek. Pont ezt mondta egyébként Karmak, erről is beszélt, hogy milyen jó, hogy a fejlesztésben a többi cég is bekapcsolódik. Tehát, hogy itt nincs az ellenségeskedés, mint a mobil piacon, hogy a Samsung az Apple-nel, meg itt mindenki együtt dolgozik, ez tök jó. Még nyilván a part majd elszakad. El fog szakadni, de még most annyira jól együttműködnek, és mindenki azt mondja, hogy arra vár, hogy valaki kiadja a tökéletes VR headsetet. Tök mindegy, hogy ki lesz az. Mert utána úgyis átveszik a technológiát, és csinálnak meg még jobban. Így van, tehát itt arra kell gondolnatok, nem tudom mihez hasonlítsam, hogy gyakorlatilasabbak legyünk egy picit. Itt most nem az Nvidia AMD ellentétről beszélünk, hanem mondjuk a Gigabyte MSI-ről. Ja. Mindannyian ugyanazt a GTX 980-at csinálják meg, és mindenki próbálja, tehát közös fejlesztés megy, hogy milyen hűtőbarda, hogy csináljuk minden, egymástól másolnak, stb. A vége mi lesz? Melyiket választod? Amikor azt mondták, hogy jobb a hűt. Meg amelyiknek 2 MHz-en magasabb az overhaul jelen, meg amelyik jobban néz ki, színbe beleillik a PC-nbe. Nagyjából hasonló dolgokat tudok elképzelni a VR-nál is. A fundamentumot, az alapcuccot, abban nem térhet el egyik sem a másiktól, különben szar lesz. Tehát pontosan. Különböző lehet, hogy kiegészítők, lehet, hogy kiegészítő megoldások lesznek, ami miatt egy másik VR headsetet fognak választani, de a fejlesztés egyelőre... Igen, és mindenki csak jó cuccokat akar kiadni. Igen. És erre mondta John Carmack, hogy hát a Samsunggal azért vannak gondok. Ezt nem tudom. Arról van szó, hogy amikor fejlesztette a Gear VR-t, elmesélte, hogy volt egy ilyen pre-alpha verzió, megmutatta a Samsungnak a fejlesztési igazgatójának, és így ezt ki kell adjuk, holnap legyártjuk, kész, kiadjuk. És tőle mondta Carmack, hogy hát várj már még egy kicsit, mert még az annyira nem jó. Tehát érződik, a Samsung az így ráfekszik rögtön, hogy ők legyek az elsők, de... Ők voltak. Igen, így is ők voltak, de azért jó, hogy ott van Karmak. Jó, hogy ott van Karmak. Így van, az biztos, hogy Karmak szerint nagyon elrontotta volna a Samsung ezt az egészet. Igen. Viszont pozitív dolgot is mondott a Samsungról, mert a hardware-es reprodukciójukat, magát az egész gyártási folyamatot, meg mindent, azt mondták, hogy hihetetlen. Igen. Akármit kértek, hogy figyelj, ilyen kijelzőkkel, ilyen frissítéssel, azonnal meglett. Tehát ebben nem szaroznak, de ezt tudtuk is róluk. Hát jó, persze. Hogy ők elég durván nyomják. Igen. A másik dolog, amiről gyakorlatilag beszélt így a VR szinten, hogy ők még mindig, tehát, hogy mondjam, szeretnék, hogyha a felhasználó fel tudná állni a székből. Igen. És egyelőre ezt a mobil VR-ra látják. Pontosan.
Pontosan ezt is feladom. Tehát, hogy milyen érzékelőkkel, hogyan milyen megoldásokkal fogják ezt létrehozni, az egy dolog, de magának az egész mobiliának a vezeték nélkülisége, ami ugye abban adódik, hogy benne van minden, az még mindig egy előny, és úgy gondolják, hogy először ezt kell úgymond bepörgetni ahhoz, hogy a közféle is megszeresse ezt az egész igen. dolgot. Igen, viszont annyit megsugolt egy ilyen félmondatba, igen. hogy a következő nagy Samsung bejelentés időpontjában, ami magyarul a Note 5, az a következő nagy, valószínűleg ottan tájt valamikor ők, nekik is lesz egy nagy bejelentésük. Ami lehetséges, hogy az Oculus VR-nak a végleges terméke az Oculus Rift lesz, végre a consumer version, a végleges változat, amit nem lepődnénk meg, hiszen közel van a karácsonyhoz, a holiday seasonhöz és a Steam saját VR eszközének a megjelenéséhez. Így van, az ezt tegyük hozzá. Úgyhogy most karácsonyra már szerintem izgultunk. Izgultunk. Azt kérdés, hogy Magyarországon mennyire izgultunk, de hogy a világban a többi részében izgultnak, az biztos. Hát ja. Lényeg, a Gear VR fejlesztésére rengeteg sokat beszélt Karmak, akit érdekel, az mindenképpen nézze meg a videót, ott lesz a descriptionben. Ami történt a Gear VR-ral, az gyakorlatilag egy olyan jellegű frissítés, hogy működik az S6-tal és az S6 Edge-el. A Gear VR. Jó. Hála Istennek. Hát ugye azért tegyük hozzá, hogy az S6-nak most már magasabb PPI-ja van, PPI, és ezért azt mondják, hogy sokkal jobb az élmény. De csak ennyi. Tehát, hogy basszus, nagyobb felbontás lett a kijelző, jó? Nem, csak sűrű. Vagy sűrűbb a pixel, na igen, úgy mondom, igen. És, ja, meg oldalt van, hogy kiálló kis szarja van most már a Gear VR-nak, ennyi újdonság. Igen, tehát néhány hardware-es megoldást történt. Mondtuk ezt nektek, azt hiszem még a tesztben is, amikor teszteltük a Gear VR-t, mondtam, hogy biztos, hogy az S6-tal is kompatibilis lesz, és tényleg az lett, egyértelmű, tehát... Így van. Ami egy másik lényeges része a Gear VR-nak és az utolsó lezárás, hogy ez legyen egy tanulság, másokat szóra, de azért elmondjuk, aki Gear VR-t szeretne, és Note-ja van, vagy S6-ja, tök mindegy, még mindig baj van az Exynos-szal. Igen. Ezt említettem is. Tehát csak még egyszer. Igen. Ezt Karnok is mondta, mi is tudunk róla. Nem azt jelenti, hogy nem megy, de nagyon macerás. Ja, van vele szívás. Tehát mindenki figyeljetek oda, hogyha bárki... Snapdragonost vegyetek. Ha bárki rámegy, Snapdragonost vegyen. Azaz semmi gond nincs. Az egész fejlesztés Snapdragonon zajlott. Karnak mondta egyébként, hogy időse volt rá, meg nem is nagyon izgatta a dolog. Ez az oktokoros ilyen... Az a baj, az Exynos. Ugyanaz a baj az Exynos-szal, mint a PC-n is ezzel a sokmagos szarsággal. Hülyeség. Nem látja a cucc! Még semmi nem használ ki, főleg az Android-ban. Mi? 8 magot? Hol? Na mindegy, adjuk! Nem tudták optimalizálni, csak fejleszteni rá, meg nagyon eltér a többitől. Más. Ja. Snapdragonos vagyetek. S6-ból is, Note-ból is, mindenből. Mindenből, azért, mert azt támogatott, az egyből megy, az azonnal működik. Ja. Hivatalosan, tehát hogyha nem kezdtek bele mókolásba, akkor nem is megy így az Exynos-szal. Egyszerűen írja, hogy nem a támogatott. Te eszközöd nem támogatott. És megveszed jó drágán a Gear VR-t, dobhatod a kukába. Így van. Ja. Nagyjából a VR eszközök lenni szerettünk volna. Így van. Egy GDC összefoglaláskép. Ez is jó kis hosszú videó lesz. Hát igen, ez is hosszú. Gondolod, vele még most elkezdünk volna mesélni a többi dologról. Akkor holnapig itt ülnénk. Így van. Úgyhogy most ez ennyi lesz a VR-as tartalomra a GDC-ről. Hogyha tetszett nektek, mindenképp nyomjatok egy lájkot. Illetve, hogyha szeretnétek, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Illetve, ha nem szeretnétek lemaradni a GDC-s összefoglalóra, ami nem a VR-ról szól, akkor pedig mindenképp iratkozzatok fel. Ez mindig. Ha meg nem tetszik ez az egész, akkor meg diszlájkoljatok minket. Ja, igen, azt akartam mondani. Ez fontos. Ez nagyon fontos. Igen. Na jó. Sziasztok! Szevasztok!